intézkedési tervet dolgoz ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium a már elfogadott szakképzés 4.0 stratégia alapján, és azt még tavasszal a kormány elé viszi. A cél az, hogy a piaci szereplőkkel szövetségben minőségi munkaerőt képezzenek. A duális képzésbe kimennek a termelőüzemekbe, megtanulják a gyakorlati fontos folyamatokat. Én azt látom, amikor már egy 17-18 éves fiatal szakmát kap a kezében, akkor már azzal tud mit kezdeni, azzal el tud helyezkedni egy céghez. A tanműhelyfejlesztési program, a technikus képzés megteremtése, a szakmai tanárok utánpótlásának biztosítása a duális szakképzés alapja. Ez az ágazati kompetenciákat segíti elő. A fejlesztés folyamatos, de az, hogy a fejlesztés az ne csak úgy ad hoc legyen, ahhoz azt gondolom minden centrumnak egy fejlesztési stratégiát, elképzelést kell csinálni, és a képzés szerkezetét és a képzés szerkezetének a fejlesztését kell hozzáilleszteni egyébként az egyéb infrastruktúrális fejlesztésekhez, ami helyi szinten kell, hogy megvalósuljon. Természetesen a cégekkel együtt. Az intézkedéssel a kormány újabb lépést tesz a munkaalapú társadalom erősítése felé, így még tovább nőhet a versenyszférában dolgozók száma.